Tovább szépítik a normafát, még idén elkészülhet a korszerű futópálya a Jánoshegyi úton. Folytatódik az útfelújítási program, tucatnyi hegyvidéki járdát, lépcsőt és utat hoznak rendbe. Hamarosan országosan átalakul a hulladékgazdálkodás, nem kell majd többet fizetni a szemétszállításért. A budai híradót látják, 19 órakor jó estét kívánok! Tavasszal is tovább szépül a normafa. Bár télen is folyamatosan dolgoztak a normafát fenntartó intézmény munkatársai, hamarosan ismét látványosabb fejlesztéseket láthatnak a természetkedvelők. Néhány hónapon belül például elkezdődhet a síháztól a libegőig tartó futópálya kiépítése. A normafa park munkatársai arra kérik a tavaszias időt kihasználó kirándulókat, hogy ne tépjék le a védett virágokat. Ezek leszedése egyébként több 10 000 forintos pénzbírsággal is járhat. Még idén megújulhat a Jánoshegyi út, a Normafa síház és a libegő felső állomása közti szakaszon, ahol egy futópályát is kialakítanak. A mostani aszfaltozott rész keskenyebb lesz, és autósok helyett elsősorban a kerékpárosok és egyéb kerékkel felszerelt sporteszközöket használók számára lesz fenntartva. Ennek az útnak a kezelését átvesszük a fővárosi önkormányzattól, és az út olyan módon kerül felújításra, hogy a aszfalt és a patka egy részébe, tehát nem erdőterületen, egy rugalmas futóutat szeretnénk kialakítani. Kétféle megoldás lehetséges, faháncsból vagy ebből az öntött gumiörleményből. A környezetvédők és mi is inkább ezt a gumiörleményt támogatjuk, hiszen ez nem víz be semmilyen környezetidegen anyagot, még a faháncsnál van egy ilyen vegyszer, amivel azt kezelik. Mikó Gergely hozzátette, a rekordtámpája fenntartása költséghatékonyabb, emellett a várható nagy terhelést is jobban bírja majd, mint a mulcs burkolat. Körülbelül 1,5 méter lesz a szélessége. Ez részben az útfeletben, részben a kőből, illetve hát bár már eltűnt a ráhordott sár alatt lévő épített patkából, tehát az erdőterületből egy centit sem fog elvenni. Amellett lesz egy keskeny zöld sáv, ami elválasztja a felújított aszfaltú burkolatrészt. A Jánoshegyi utat a normafa rehabilitációjának részeként újítják fel. A Hegyvidéki Önkormányzat és a Normafa Park folyamatosan egyeztet különböző zöld szervezetekkel is, mondta el Mikó Gergely. Az elválasztó zöld sávba mozgásérzékelővel ellátott lámpák kerülnek majd, hogy sötétben is biztonságos legyen a pálya. Egy folyamatosan alacsony derengésből, amikor elhalad valaki, ott felerősödik a fény, tehát így biztonságban tud futni, viszont mégis a minimálisra csökkentjük a fényszennyezést az erdőben. Az elmúlt hetekben egy mosdót is kialakítottak az Anneréten, amit hamarosan átadnak az erre kiránduló kikapcsolódó látogatóknak. A sárfelhordás miatt a játszótér környékén néhány helyen a sétányt is fel kellett újítani. Ezek az utak lettek a felső réteg letisztítva, újra kővel borítva, illetve hát most, hogy védjük ebbe a tavaszi sárosabb időszakba, kordonokat, kerítéseket raktunk ki a legnehezebben, legjobban sárosodó helyekre. És hát kérjük is mindenki, hogy itt van, hogy vegyék ezeket figyelembe tavasszal, amikor a növényzet kinő majd, utána ezek elkerülnek, és akkor onnantól már nyáron, illetve jövőre azt gondolom, hogy gond nélkül használhatók ezek a részek, és a sár felhordás megszűnik. A jó idő beköszöntével egyre többen látogatnak el a kedvelt kirándulóhelyre. Ezért a Normafa Park munkatársai azt kérik a látogatóktól, ne vigyék haza magukkal az itt található védett virágokat. A hóvirág és a leánykökölcsén letépése ugyanis szállanként 10 000 forintos bírsággal sújtható. Idén is több tucatnyi járda, lépcső és út újul meg a hegyvidéken. Így például új burkolatot kap a Vilma utca, megszépül a Csaba lépcső és több száz úthibát javítanak ki. A fejlesztésekre több 100 millió forintot költ majd az önkormányzat. Ezt a kommunális adóból befolyó összegből biztosítják. Heteken belül elkészül a Vilma utca mintegy 200 méter hosszú szakaszának felújítása. Ez a rész korábban balesetveszélyes volt, ezért döntöttek a felújítása mellett. A munkák során többek között új térkőburkolatot fektetnek le, így itt is akadálymentessé válik majd a közlekedés. Az alsó svábhegyi és a kutvölgyi lejtő csomópontjában egy körforgalmi csomópontot alakítunk ki. Alma 11-nél, határőrnél. Egy lépcsőt építünk át, ez már kész is van. A hegyvidéken idén is folytatódnak az útfelújítások. Elsőként a télen keletkezett kátyúkat, úthibákat javítják ki.
Ezekből ugyanis több ezer keletkezik egy szezonban, és a kis hibákból pillanatok alatt mély kátyúk lesznek, amelyek komoly kárt tudnak okozni az autókban. Ugye a teljes kerületi úthálózat a 160 km hosszú, ezen a 160 km-en általában egy évben több ezer kátyú keletkezik. Az útfelügyelő kollégával közösen szoktuk ezeket fölmérni. Idén már több száz kátyút fölmértünk, illetve mindjárt, ahogy mi fölmérjük, a kivitelező felé továbbítjuk. A kivitelező a legrövidebb időn belül ezeket megcsinálja. Most már körülbelül egy olyan 400 kátyút a kivitelező kijavított. Az időjárás nagyban befolyásolja a munkálatokat és azok technikáját, tartóságát. A tapasztalatok szerint egyébként a javítások egyre tartósabbnak bizonyulnak, vagyis a helyreállított burkolatok hosszú ideig ellenállnak az időjárásnak és a forgalom okozta megterhelésnek. Nem csak az úthibákat javítják ki a kerületben, de több tucatnyi járda, lépcső és út is megújul a következő hetekben, hónapokban. Idén is több százmillió forintot fordítunk erre, mindig igyekszünk a legjobban elkölteni ezt a pénzt, és a leghasznosabban is. Azokat a helyeket részesítjük előnyben, ahol bármi potlásveszély vagy balesetveszély lenne, vagy van, és ezeket meg kell oldanunk, illetve hát igyekszünk minél jobban ezt a rendelkezésre álló keretet szétosztani, egyrészt területileg is, másrészt meg a munkafajták szerint is. Idén felújítják többek között a Csaba lépcsőt, amely a Goldmar Károly utcát és a Gály József utat köti össze. Szintén helyreállítják a Mátyás Király út, Hollós út és az Erdő közötti szakaszát, valamint a Pihenő út, Korányi Kórház és Budakeszi út közötti szakaszát is rendbe hozzák. Borsodi László elmondta, ebben az évben nem lesznek nagyobb közlekedési fennakadásokat okozó munkálatok. Mindig úgy szervezzük, hogy az érintett lakók tudjanak róla, és igyekszünk mindig terelőutat biztosítani, azt megfelelően kitáblázva, hogy ne okozzon forgalmi torlódást, hogyha egy utcát átépítünk. Az útfelújítások költségeit a kommunális adóból befolyó összegből finanszírozzák, emellett pályázati forrásokat is igénybe vesznek a fejlesztésekhez, tette hozzá Borsodi László. Eddig nem derült fény extrém esetekre, a március 1-én kezdődött tavaszi szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés során, mondta Pleva György a Köztévében. A Nébih élelmiszer és takarmány biztonsági igazgatója kiemelte, az éves tojásfogyasztás nagyjából egyötöde a húsvéti időszakra tehető. A sonka előállítása kapcsán azt mondta, a hagyományos és az úgynevezett gyors érlelésű módszert is elfogadja a hatóság. Lehetővé tette a nemzeti otthonteremtési közösségek létrehozását az országgyűlés. Annak célja, hogy a befizetők legfeljebb 10 éven belül lakáshoz jussanak. A NOK-hoz csatlakozó tagok kötelezettséget vállalnak egy meghatározott összeg befizetésére. Az új lakás vásárlásához még hiányzó összeget a közösség kamatmentesen megelőlegezi azoknak a tagoknak, akiket sorsolással választanak ki. A konstrukcióhoz jelentős állami támogatás is jár majd. Az angol mintára létrehozott NOK a lakástakarék pénztárak versenytársa lehet. A gombelemek többségében a határértéket meghaladó higanyt talált a fogyasztóvédelem. Az NFH 26 féle elemet vizsgált, ebből 16-nál találtak problémát a laborvizsgálatok során. Az NFH felhívta a figyelmet, a higany rendkívül mérgező anyag, a szervezetből nem ürül ki, hanem felhalmozódik. Már nagyon kis mennyiségben is idegrendszeri, emésztőszervi problémákat okozhat. Károsíthatja az immunrendszert, a tüdőt, a vesét, a bőrt és a szemet is. A vizsgált termékek listája a Fogyasztóvédelem honlapján érhető el. Nem kell majd többet fizetni a szemétszállításért a hulladékgazdálkodási rendszer átalakítása után. Ezt mondta híradónknak Szabó Zsolt klímapolitikáért felelős államtitkár. A jövő hónaptól ugyanis megkezdi működését a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRT, amely az átalakítás szakmai koordinációjáért felel majd. A cél az, hogy a hulladékhasznosítás nagyobb arányban teljesüljön. Évente nagyjából 2 gellért hegynyi hulladék keletkezik Magyarországon, ebből bár egyre többet hasznosítanak újra, még így is mintegy 40 milliárd forintnyi hasznos hulladékot temetnek a föld alá. Az újrahasznosítás arányainak növelése és a hulladékszállítás színvonalának javítása a célja a hulladékgazdálkodási rendszer átalakításának.
Országszerte ugyanis mintegy 170 cég végzi a hulladék összegyűjtését, az egyes cégek pedig eltérő szolgáltatást nyújtanak, mondja Szabó Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium klímapolitikáért felelős államtitkára. Szeretnénk, hogy egységes és magas színvonalú hulladékszolgáltatás, hulladék elszállítási szolgáltatás legyen. Ami téma, az konkrétan a települési szilárd hulladék, ezt a lakosság úgy ismeri, hogy a saját kukás rendszere. Itt az európai normáknak megfelelő szelektív gyűjtéssel a hasznos anyagot a hulladékból minél inkább visszagyűjteni, a földet minél kevésbé szennyezni, tehát a lerakókban minél kevesebb hulladékot tegyünk be, és minél inkább hasznosítsuk ezeket a hulladékokat. A jövő hónaptól megkezdi működését a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRT, amely a hulladékgazdálkodási rendszer átalakításának szakmai koordinációjáért felel majd. A fővárosi lakosság semmit nem fog ebből észrevenni. A szelektív gyűjtés, az elszámolások, az egyéb dolgok ugyanúgy fognak történni, és azok a fejlesztések, amik az elmúlt időszakban több 10 milliárd forint értékben érték Budapest főváros lakosságát, gondolok itt a dupla kukas rendszerre, gondolok itt azokra a szelektív válogatókra, amik jelen pillanatban nem működnek még, de szeretnénk működtetni, gondolok a hulladék elhelyezését célzó rendszerek fejlesztésére, ezek ugye EU-s források, ezek a jövőben is tudjanak, mint fejlesztési források ide jönni. Az államtitkár elmondta, a személydíjat az állami holdingnak kell befizetni. A bankszáma fog megváltozni. Akinek ilyen csoportos beszerési megbízása, vagy egyéb ilyen jellegű dolg van, ott a bankszáma meg fog változni, és az átutalásokat oda kell megtenni, de ebben is koordinált módon együttműködünk a közszolgáltatókkal, azért, hogy minél akadálymentesebben, minél rugalmasabban tudjuk ezt a kérdést megoldani. Szabó Zsolt hozzátette, a hulladékgazdálkodási rendszer átalakítása nem jár majd áremeléssel. Feledékenység, leveltség, zavart viselkedés. Az időskori depresszió tünetei összetéveszthetők a demenciával, ezért sok esetben nem kap megfelelő kezelést a beteg. A depresszió a szervi eredetű mentális zavarok mellett a leggyakoribb pszichiátriai betegség az idősek körében. A probléma az életminőség romlásához vezethet, ezért szükséges a páciensek megfelelő kezelése. Font Orsolya, az Országos Gerincgyógyászati Központ szakpszichológusa, az Idősek Egészségiskolája legutóbbi összejövetelén arról beszélt, a depresszió felismeréséhez a különböző szakorvosok közti párbeszéd is nélkülözhetetlen. Pont ez a nehézsége benne, hogy sokszor maguk az emberek és a szakemberek sem biztos, hogy egyből depresszióra gyanakodnak, hanem valamilyen testi szomatikus problémára, vagy nagy isten demenciára, és a legfontosabb tulajdonképpen az a depresszióban, időskori depresszióban, hogy ebben az irányban is elkezdjen gondolkozni nem csak a szakember, hanem maga az idős ember is, hogy lehet, hogy egy lelki probléma áll a testi panaszok, illetve a gondolkodási panaszok hátterében. Ez mindenképpen az első kiindulási pontja, és utána pedig az orvosi vizsgálatok következnek. Idén is folytatódik az átfogó egészségvédelmi szűrőprogram. Az országjáráson egy szűrőkamion segítségével 200 helyszínen lehet majd részt venni a különböző vizsgálatokon, közölte a program kommunikációs ügynöksége. A cél, hogy a lakosságnak kortól, lakhelytől és foglalkozástól függetlenül lehetőséget adjanak a szűréseken való részvételre. Az elmúlt 6 évben több mint 1000 helyszínen 4 milliónál is több vizsgálatot végeztek a speciális szűrőállomáson megjelent több 100 000 embernél. Adásunkat online is követhetik honlapunkon a www.hegyvidéktv.hu oldalon. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!